Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, önök a Bonyhádi Naplót látják, mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Potápi Árpád János átvette megbízó levelét. Átvették támogatói szerződéseiket a sport és civil szervezetek. Matematika verseny, a legjobbak bejutottak az országos döntőbe. A kortárs tánccal ismerkedhettek az érdeklődők. Tojásfestő technikák, kézműves workshop a múzeumban. Átvette országgyűlési képviselői megbízó levelét Potápi Árpád János. Bonyhád egykori polgármestere és az előző ciklusban a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkára 7. ciklusát kezdi meg a parlamentben képviselőként. Az ünnepségen arról beszélt, ha továbbiakban is összefogásra van szükség a települések vezetésével annak érdekében, hogy az a fejlődés, amely lezajlott az elmúlt években, tovább folytatódhasson. Tolna megye 2. számú országos egyéni választókerületben is az országos átlag szerint alakult. 58.630 választópolgárból 39.625 élt a választás jogával. Az országgyűlési képviselők választása szavazólapján 5 jelölt közül lehetett tehát választani, és a legtöbb 24.362 darab szavazatot, az összes leadott érvényes szavazat 62,44%-át Potápi Árpád János, a Fidesz-KDNP jelölte kapta. Buda Molnár Veronika, a Dombóvári Választási Bizottság elnöke ismertette az eredményt, és adta át a képviselői megbízólevelet Potápi Árpád Jánosnak, aki beszédében azt mondta, kiemelkedően fontos, hogy az önkormányzatok vezetői és az országgyűlési képviselő között megfelelő bizalmi viszony és munkakapcsolat alakuljon ki. Az elmúlt választások, a 2022. április 3. országgyűlési választás egyértelműen azt bizonyította, hogy a magyar nemzet Magyarországon, a Kárpát-medencében és mindenhol, ahol magyarok élnek, a folytatásra szavazott. Az én választókerületem minden településén egyértelműen érezhető az, hogy ez a kormány a nemzetkormánya, ez a kormány a vidékkormánya, a vidék megerősítésén dolgozik. Nem volt olyan településem az elmúlt időszakban, ahol ne történtek volna meg fejlesztések, felújítások, átadások, és közösen örülhettünk ennek az elvégzett munkának, ezeknek a sikereknek. A kampányom is abból a szempontból más volt, mint az eddigiekben, hogy az önkormányzatok, az önkormányzati vezetők, polgármesterek nagyon-nagyon mellé álltak annak, hogy a folytatást tudjuk képviselni, és együtt tudjunk továbbra is dolgozni, mert ők is érezték azt, hogy gyakorlatilag egy óriásit haladtunk előre, léptünk előre az elmúlt időszakban, és nekik ez a legfontosabb. A munkám javarészét eddig is a térségem képviselete jelentette az, hogy ez a választókerület, az itt élő emberek érezzék azt, hogy ez a térség fejlődik, és szeretném azt elérni, hogy azok az emberek is bízzanak bennem, akik esetleg is nem mentek el szavazni, illetve nem rám szavaztak. Számomra ők is nagyon-nagyon fontosak. Filóni Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere azt mondta, közös sikernek tekinti a választás eredményét. Szívből örülök annak, hogy Árpád újra megnyerte a választásokat. Ez már a 7. alkalom, hiszen nem olyan rég, az elmúlt percekben a 7. mandátumát vehette át, és én emlékszem még a kezdetekre, amikor 98-ban először indult országgyűlési képviselőnök, akkor én voltam a kampányfőnöke, de az elmúlt 7 kampányában valamennyiben részt vettem, és ez így van jól, szívből tettem és örömmel. Örülök a közös sikernek, én ezt annak tekintem, hiszen ha mindenki teszi a maga területén a dolgát, akkor lehet sikert elérni. Meg akkor, hogyha van bizalom a másik ember iránt, és ugye ez a mi kapcsolatunkban nem megkérdőjelezhető, hiszen nem 97-ben láttuk először egymást, hanem gyerekkorunk óta együtt nőttünk föl. Úgyhogy az az emberi szoros kapcsolat, ami van közöttünk, és az önkormányzatiságban, az országgyűlési választások kapcsán, és egyáltalán a közéletben való közös több évtizedes munka, az meghozta a gyümölcsét. Fontos ez a városnak is, hiszen csak úgy lehet eredményeket elérni, hogyha együtt tudunk és közösen dolgozni. Olyan célokat tudunk megvalósítani közösen, ami valamennyiünk érdekét szolgálja. Én ennek nagyon örömmel vettem részt ebbe a munkába most is, és amennyire
erőmből telik, igyekszem a jövőben is ugyanezt a munkát folytatni és támogatni őt. A választókerület minden településen sikerült az elmúlt ciklusban valamilyen fejlesztést végrehajtani, mondta Potápi Árpád János. És reményei szerint ez a tendencia folytatódik majd az előttünk álló években is. Ünnepélyes keretek között vették át az évi támogatásokról szóló szerződést Bonyhád város sportegyesületei és civil szervezetei. Filóné Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, az önkormányzat igyekszik minden esztendőben olyan mértékben támogatni a civileket, hogy az biztosítsa a zavartalan működés lehetőségét. A költségvetésben 60 millió forintot biztosított a testület erre a célra. Darabos Péter a bonyhádi kosárlabdázók képviseletében vette át a támogatási nyilatkozatot, mely dokumentálja, a város lehetőségeihez képest maximálisan segíti a sportegyesület munkáját. Rajtuk kívül számos sport és kulturális szervezet örülhetett, hiszen a kiutalt összeg gyakorlatilag fedezi az éves működési költségüket. A sportegyesületként, főleg csapatsportákként, ugye a kosárlabda beletartozik a kiemelt csapatsportágak közé, és a mi működésünket igazából két összetevő adja, ugye az önkormányzattól kapott éves támogatás, illetve a TAO támogatás. Az egyik nem lehet a másik nélkül, tehát nekünk önerőt kell biztosítanunk ahhoz, hogy egy sportfejlesztési programot meg tudjunk valósítani, és ehhez elengedhetetlen egy önkormányzati támogatás. Az, hogy az milyen mértékű, annak már csak örülünk, hogy ilyen magas. A bonyhádi kosárlabda alapvetően az utánpótlás kiépítését tűzte ki célul, elsősorban a paksi férfi csapat háttérbázisát adják. Tolna megyében egyébként sem kiugró a fiúk körében a sportág, gyakorlatilag a jelenlegi helyzet, melyben három város, Bonyhád, Szekszárd és Paks konzorciuma megoldást jelent minden korosztályban a játék lehetőségre. Nem jellemző a férfi vonalon, hogy Tolna megyében egy kimagasló csapat legyen bármelyik korosztályban, és ez az együttműködés igazából ezért jött létre a három klub között, tehát ha tömegsportról beszélünk, vagy a kérdésedre válasz, igen, nekünk az a célunk, hogy ebből a merítésből, amivel mi gazdálkodhatunk, ha egy-két emberrel is tudjuk segíteni később a Paks munkáját, akkor azzal mi már elégedettek vagyunk, hiszen reálisan nézve nincs ebben könnyebb helyzetünk. Legutóbb a március 15-i városi ünnepi műsor fényét emelte a Völtségnéptánc Együttes programja, akik szintén a támogatottak között vannak. Művészeti iskolások a gyerekek, és a művészeti iskola követelményeit mindig egy-két évvel meghaladjuk. Direkt azért, hogy amikor középiskolába elmennek tőlünk a gyerekek, akkor már legyenek úgy felkészülve, hogy bármelyik együttesbe, bárhol tudják folytatni ezt a tanulmányaikat. Alapvetően az a célunk, hogy ma a hagyományokat, a néptánc hagyományokat és a népszokásokat megjelenítsük színpadi feldolgozásban elsősorban, de a hétköznapjainkban is megélve. Teszem fel egy húsvéti ünnepkörből koreográfiát készítünk, de megünnepeljük úgy is a húsvétot, hogy a legények meglocsolják a lányokat. Tehát ez a valóságban is mindig megtörténik. Vagy például egy Szent Balázs napon, vagy hát sorolhatnám a Luca napot, vagy akár a karácsonyi pásztorjátékunkat. Ezekből mind színpadi mű is készül, és megoldjuk a gyakorlatba, vagy megvalósítjuk a gyakorlatba is, hiszen eljárunk az óvodákba, az iskolákba, ide az önkormányzat épületébe is Luca napot köszönteni például, vagy Szent Balázst. Filóné Ferenc Ibolya polgármester az átadón azt mondta, leginkább a közösségek sínylették meg az elmúlt esztendők vírusveszélyes helyzetét, így külön öröm, hogy a város civil szervezeteinek képviselővel újra találkozhattak a város vezetői. Minden évben igyekszünk olyan mértékben támogatni ezeket az egyesületeket és szervezeteket, ami alapvetően fedezi az ő működésüket, hiszen attól vagyunk kerek egész egy városban, hogy nem csak a gazdasági környezet, ami fontos, nem csak az infrastruktúra, az intézmények működése, a hivatalnak a működése, hanem az itt élő embereknek a közérzete, a jóléte, és az azzal is összefügg, hogy milyen olyan társadalmi szerepvállalása van az önkormányzatnak, és miben segít még, hogy megtaláljuk azokat a programokat, lehetőségeket, szervezeteket, aminek a keretein belül jó érzés Bonyhádinak lenni. Ehhez az önkormányzat minden segítséget az idejében is megad. Természetesen meg kell különböztetni olyan egyesületeket,
akiknek a tevékenysége, például egy polgárőr egyesület, vagy az önkéntes tűzoltó egyesület olyan jellegű, hogy gyakorlatilag minden Bonyhádit érint az ő munkájuk, ezért ők kiemelten mindig egyedi támogatásban részesülnek, és már a kettőjük támogatása eléri azt az összeget, amit egyébként a többi civil szervezet megkaphat. Mindez azt jelenti, hogy 60 millió forint jutott ebben az esztendőben a civil és sport támogatásra, és emellett további 10 milliót különített el az önkormányzat rendkívüli célokra, például arra, ha valamelyik sportegyesület osztályt lépne, és szükség lenne további anyagi segítségre. A legjobban teljesítő diákok az országos döntőbe kvalifikálhatták magukat a 33. alkalommal megrendezésre került Zrínyi Ilona matematikai versenyen. A díjkiosztóra Bonyhádon került sor, a megye számos iskolája és diákja képviseltette magát a megmérettetésen, ahol a legjobbak jutalma érem és oklevél volt. A legeredményesebb diákokat felsorakoztató iskolát pedig Vándor Serleggel díjazták. Kiváló eredményeket értek el a megye diákjai a 33. Zrínyi Ilona országos matematika versenyen. A legjobban szereplők éremmel és oklevéllel gazdagodtak, valamint kvalifikálták magukat az április 22-én megrendezésre kerülő országos döntőre. Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója elmondta, nagy örömmel tölti el, hogy sok fiatal diák számára vonzó tárgya matematika, de biztos benne, hogy jó pedagógusok nélkül nehéz lenne megszerettetni a gyerekekkel ezt a tudományágat. 33. alkalommal adtuk át a megyében legeredményesebb matematikát, a Zrínyi verseny matematikusainak a díjakat, úgyhogy nagy öröm ez számunkra. Én úgy hiszem, hogy a matematika az egy nehéz tudományág, de azért szerintem meg lehet szeretetni, és itt a ékes tanúbizonságát adták a kollégák, hogy igenis meg lehet, és sokakat érint ez a ág művészeti, hiszen ez már gyakorlatilag olyan magas szinten űzik, hogy művészeti ágnak is lehet nevezni. Majd hozzátette, az egészséges rivalizálás még jobban ösztönzi a tanárokat és diákokat abban, hogy a környező megyék közül a legjobban teljesítsenek. Ennek ékes példája egy Vándor Serleg is. Itt az iskolában az elmúlt évtizedekben azért egy olyan jelentős matematikai alap lett lerakva, amit a jelenlegi kollégák is tovább visznek, és hát nagy öröm ez számukra, hogy ilyen eredményesen tudják képviselni az intézményt, és remélhetőleg Tolna megyét is majd. Mindenképpen egy hatalmas presztízs, hiszen azért Somogy és Baranya megye mellett, ugye Tolna itt a legkisebb lélekszámú megyéről van szó, ez mindig nagy öröm, hogyha itt a környező rivális iskolákból el tudjuk hozni, és a megyébe tudhatjuk ezeket a trófeákat. Szabó Tibor, Bonyhád alpolgármestere úgy nyilatkozott, büszkeséggel tölti el, hogy ennyi gyerek érdeklődik a matematika iránt. Nagy öröm számára, hogy a bonyhádi diákok is képviseltetik magukat az országos megmérettetésen. Most ismét együtt lehetünk így közösségi térben, a pandémia elmúlott talán. A 33. Zrínyi Ilona matematikai verseny megyei díjkiosztó ünnepségén voltunk. Nem is tudok más szavakat mondani, mint hogy pazar volt. Ennyi értelmes, okos, intelligens fiatalembert nagyon régen láttam. Nem mondom, hogy a mi időnkben, amikor ide a gimnáziumba jártunk, akkor nem volt nagyon neves a matematika, abban az időben is, és ez volt a legfontosabb, talán legfontosabb tantárgy. De most különösen, ez a verseny, ami 90 óta tart, ez olyan mértékben beindította a matematika iránt a gyerekek érdeklődését, hogy minden elismerésem érte. A bonyhádi szervezőknek külön gratulálok, a továbbjutóknak, megyei továbbjutóknak, ha jól számoltam, akkor 21-en jutnak az országos döntőbe, őnek kifejezetten gratulálok, és a 4 bonyhádinak meg nagyon örülök. Az országos döntőre kijutó tanulók megosztották velünk, hogyan készültek a feladatsorokra, és mennyire találták nehéznek a kérdéseket. Az Anikolia felkészítő tanárommal gyakoroltunk előző évi feladatsorokat főképp, vagy kicsit kitértünk a matek leckéből matek órán, és úgy fölkészültünk rá a versenyre. Hát az első pár feladat az jelentősen könnyebb volt, mint mondjuk az utolsó 4-5. Szerintem egy olyan 1-től 10-ig nagyjából ugyanannyira nehéz, és a 20-tól 25-ös feladatok is nagyjából ugyanolyan nehezek. Már másodikos korom óta ritkán, vagy hát néha szoktunk csinálni előző éves matek feladatsorokat, és hát azokat mindig folyamatosan egy kicsit, és akkor ez sok év alatt, akkor ez így összeáll, és akkor megy a
feladatsor. Csináltam itt is most idén előző éves feladatsorokat, de tényleg ez az évek munkája, ami így összerakódik. Vannak minden évben visszatérő feladatok, amiket, hogyha egyszer már gyakoroltunk, vagy többször, akkor azok utána már mennek azok a feladattípusok. A tanulás kifizetődő, hiszen kellő szorgalommal és elég gyakorlással a legjobbak közé kerülhet az ember. Kortárs táncbemutatót szervezett a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, a budapesti székhelyű L1 Egyesület tagjai a Köszöntjük Magyarország program támogatásával érkeztek Bonyhádra. Kettőzer-kettőben 8 kortárs tánccal foglalkozó előadó hozta létre az L1 Egyesületet Budapesten, akikhez az évek során csatlakoztak fotósok, képzőművészek, koreográfusok. Nagyon sok az áthatás, nagyon sok az áthallás, tehát sokat dolgozik mindenki mindenféle művészeti ággal, és ezért gondoltuk, hogy ha már színpadon ez megtörténik, akkor az Egyesület tagjai közt is legyen minél több, nem csak kortárs tánc területéről érkező művész. Mint mindenhol a világban, ezek a csoportok a nagyvárosokban jönnek létre, hiszen a befogadói közeg ebben a térben sokkal erősebb. A Köszönjük Magyarország elnevezésű kezdeményezés pont azt a célt szolgálja, hogy ezek a kuriózumnak tekinthető előadások eljussanak a vidéki helyszínekre is. Szándékoltan nem budapesti helyszíneket keresve igazából meg tudjuk mutatni azt, hogy mi mivel foglalkozunk. Ezt nagyon fontosnak tartom, abban a válaszolva arra a kérdésre, hogy hol tartunk. A kortárs művészetek, mint amúgy egyébként minden más országban is, általában nagyobb városokba, fővárosba koncentrálódik, de a mi egyesületünk kifejezetten azon ügyködik, hogy mennél többet találkozzunk nem Budapesten élő, vagy nem ott dolgozó nézőkkel, vagy akár a szakmai közeggel. Most itt például Bonyhádon úgy alakult a meghívás, hogy az itteni táncos palántáknak egy műsor lehetőséget igyekezett a művelődéshez szervezni, és persze használva ezt a lehetőséget itt a Köszönjük Magyarország program keretében, ez egy ragyogó alkalom arra, hogy találkozzunk. Ennek megfelelően nem csak a bemutatókra került sor, hanem egyfajta közönség találkozóra is. Fontos ez azért is, mert a kultúrában vagy az iskolai nevenésben nincs, vagy csak érintőlegesen van benne a kortárs művészet. Eleve a kortárs táncnak, mint műfajnak a fejlődése korántsem ugyanaz az időszak, vagy ugyanannyi idő, mint ha mondjuk például a klasszikus balettre gondolunk, vagy éppen egy adott népnek a néptáncára. Tehát itt azért arról is kell beszéljünk, hogy mennyire van benne a kultúrában, vagy a nevelésben magában az, hogy a kortárs tánctól nem kell félni, hanem igazából mi is arra törekszünk, vagy most például itt a táncteremben szándékoltan nem egy színpadra tettük rá az előadásokat, hogy mennél testközelibb élményhez juttassuk a kicsiket, nagyokat, korosztálytól függetlenül, és még azt fontosnak tartom, hogy általában minden ilyen megmozdulás, kimozdulás alkalmával igyekszünk beszélgetésbe is keveredni, ami szintén elég nehéz, ebben már van tapasztalatom, hogy megnyitni az embereket arra, hogy lehet véleményük, hogy feltehetnek kérdést, és hogy aztán erről tudunk beszélgetni. Szerintem ez egy erős lépés abba az irányba, hogy a kortárs művészeteket, vagy épp a kortárs táncot mennyire értelmezik, hogyan fogadják, hogyan érzékelik, hogyan hagyják, hogy hassunk rájuk. Én, mint táncpedagógus is mindig arra törekszem, hogyha van lehetőségem a diákokkal diskurálni, és nem csak simán egy órát leadni, hogy érzékeljem azt, hogy nekik a tánc mit jelent, és mi az, amiért ők ezt a pályát akár választják hivatásuk gyanán. Tudnak-e arról a közegről, amiben belelépnek? És hát sok persze a hiányosság, de talán ezzel mi is hozzá tudunk járulni, hogy ezt így betömködjük a lukakat. Thank you.
A legenda szerint a keresztre feszített Jézus vére festette meg az első piros tojásokat, amik a Golgotán érte imádkozó asszony kezében voltak. A tojásfestés eredetén kívül többféle technikát is kipróbálhattak a kézműves workshopra ellátogatók. A résztvevők a népi motivumokat íróka segítségével vihették fel a tojás felületére, de lehetőség volt a berzseléses technika kipróbálására is. Igazi húsvéti barkágas, rozmaringos, gerebés minta, asztallábos, ördög térdje. Többek között ilyen mintákkal találkozhattak azok az emberek, akik ellátogattak a tojásfestő műhelybe Bonyhádon. A kézműves foglalkozás keretein belül a legkisebbek megismerkedhettek hagyományos tojásfestő technikákkal. A többféle minta és népi motivum közül mindenki kedvére válogathatott. Parejt Istvánné, hobbi tojásfestő elmondta, hogy milyen technikákat szokott alkalmazni a húsvéti tojások megfestéséhez. A mai délutánon két technikát próbáltam megmutatni a gyerekeknek. Az egyik a növényrátétes, úgynevezett berzseléses technika. Ez az a technika, amikor egy tojásra, egy virágnak, vagy egy növénynek a levelét egy nájlonharisnyán segítségével rögzítünk, festőlébe tesszük, és amikor kívánt szint elérte, eltávolítjuk a harisnyát, szárazra töröljük és fényesíthetjük. A másik technika pedig a viasszal és írókával mintát írunk a tojás felületére. Ehhez egy speciális eszközre, egy úgynevezett írókára van szükség. Ez egy kis papálcára rögzített rézcsövecske, amit a gyertyalángjánál megmelegítünk, egy viasz tömbbe nyomjuk bele, visszamelegítjük, és már írhatjuk is a kívánt mintát a tojásra. Majd elárulta, honnan ered a piros tojás legendája, és hogy milyen színű tojásnak milyen jelentést tulajdonítottak a múltban. Hát az asszonyok nagypénteken szokták kezdeni a tojásfestést, mert arra emlékezünk nagypénteken, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten, és egy legenda szerint egy szegény asszony a Golgotán arra járt, amikor Jézust keresztre feszítették, és az általa érzett részvét miatt letérdelt a feszület alá imádkozni, és a kezébe levő tojásokra rácsöppent Jézus vére, megszínezte a tojásokat. De festünk más színű tojásokat is, kéket, zöldet, sárgát, pirosat. A pirosat mindig a lányok, a locsola legényeknek és a udvari legénynek adták. A kéket a keresztülők, a keresztgyereküknek adták. A zöld tojást az a legény kapta, aki tetszett is a lánynak, meg nem is. Sárga tojást, ha egy legény sárga tojást kapott, az azt jelentette, hogy az a legény többet azt a lányt belocsolja meg. Először mindig az osztókörökkel szoktunk kezdeni, mikor meghoztuk az osztóköröket, akkor az köré épülnek a minták. Hát különböző mintákat ismerünk, a mintakincs az nagyon nagy, de most itt a gyerekekkel arra törekszünk, hogy amit tudnak a legegyszerűbbet, amihez kedvük van, de a mintákat el is nevezték az asszonyok, akik tojásokat írtak, hogy gerebés, ekevasas, cserelapis, tulipános, rozmaringos, barkaágas. A foglalkozáson részt vett gyerekek is bemutatták, hogy milyen tojásokat készítettek, és megfestésükhöz milyen technikákat alkalmaztak. Ezen van egy szívecske, egy kereszt és egy ilyen virág. És piacon már festékkel. Hát én egy olyan tojást festettem, ami hát kettő technikával készült, mert kettő tojást
csináltam, és az egyik ilyen írókával készült. Hát nem lett olyan szép, de elmegy nekem. A másik az ilyen növényes tojás, amit nekem egy érdekes, hát egy kicsit érdekes, és ilyen, hát azért szerintem lett különleges, mert fordítva raktam a leveleket. Írókával készítettem, kicsit itt nagyon fekete maradt, és nagyon sokat kellett csinálnom, amit a többiek csináltak, hármat, addig én ezt az egyet elkészítettem. Sajnos nagyon keveset van itthon apukám, és gondoltam, hogy ha egyszer hazajön, akkor odaadom neki, és remélem örülni fog. A tojásfestés hagyományán kívül a technikákkal is megismerkedhettek a workshopra ellátogatók, és elkészíthették saját hímes tojásukat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!